Lehet illeszni a korikat, hiszen január 20-án érkezik a jégpályák éjszakája, amit 2016 óta a Magyar Jégkorong Szövetség szervez. Szombaton 10 000-ek húznak korcsolyát országszerte. Több mint 30 jégcsarnok és jégpálya készül hosszabb nyitvatartással, egyedi programokkal, játékokkal és meglepetésekkel. Egy éjszaka, ami csak a téli kikapcsolódásról és a korcsolyázásról szól. Az eseményhez természetesen a Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont is csatlakozik, így január 20-án a főtéren is különleges hangulatban csúszhatunk. Nagyon népszerű a jégpálya, az elmúlt időszakban nagyon sokan korisztak itt ezen a pályán. A közönség korcsolyázás mellett folyamatosan érkeznek iskolai csoportok. Érkeztek már Karancslapújtőről, Karancskeszéről, Litkéről, és természetesen valamennyi salgótarjáni iskolából. Országosan több tucat jégpálya és jégcsarnok csatlakozott ehhez a felhíváshoz, tulajdonképpen a legnagyobb hazai téli sportrendezvényhez. Január 20-án hosszabbított nyitvatartással várjuk a korizni vágyókat, tehát egészen este 10 óráig lehet majd itt korizni. Készülünk játékos feladatokkal, ügyességi feladatokkal, jégkorong bemutatóval, kapura lövő versennyel, tehát a vállalkozók kedvűek az élmény mellett ajándékkal is gazdagodhatnak majd, hiszen a jó teljesítményért mindenképpen ajándék jár. És természetesen zene is lesz, azt hiszem, hogy minden adott ahhoz, hogy január 20-a valóban a korcsolyázás ünnepe legyen itt Salgótarjánban. A bővebb, részletesebb programról a Rendezvény és Média Központ honlapján tájékozódhatnak, illetve a Rendezvény és Média Központ Facebook oldalán. Január 20-án változatlan árakkal várunk mindenkit itt Salgótarján belvárosában, a főtéren, a jégpályán, úgyhogy én azt mondom, hogy január 20-án kicsik és nagyok korit fel, találkozzunk a jégpályák éjszakáján itt Salgótarjánban.